Sziasztok! Itt vagyok Cardiffban az utolsó interjúmon, ahol animációra és grafikára jelentkeztem. Szóval hamarosan megyek az interjúmra, utána csinálunk egy pár videófelvételt az iskoláról is, a környékről is, a városról is, amit összeállok a videóban. Sziasztok! Szóval túl vagyok mind a két interjúmon, ami egyébként nagyon jól ment, és ennyi is bizonytalanítottak, meg nem is, mert ezek után, hogy jól mondom az egész interjúm, beszéltem tanárokkal, biztos vagyok abban, hogy nekem eddig ez is tetszik a legjobb az. Viszont máshol meg nem jutnak a biztos, hogy melyik szakot válasszam. Szóval két interjú volt. Az egész történet úgy kezdődött, hogy délben volt az első interjú, ami az animáció volt, és én ezt nem tudtam, szóval én késtem, és fél kettőre értem ide, az csak a grafika interjúra. Szóval az egész azzal kezdődött, hogy nekem beszélgetett az itt lévő emberekkel, kitalálni, hogy most akkor is kavarják össze az egész interjút mindenféle más emberre, hogy nekem van lehetőségem beszélni mind a két személlyel, mind a két szakról. Első alkalommal a grafika interjúra mentem el, és nagyon jó kerülni tanárok. Úgy volt, hogy két tanárral beszéltem. Az első volt az, aki eredetileg elkezdtem beszélgetni. Nekem mutatom a portfóliómat, a rajzaimat, a festményeimet, mindenféle grafikát, amit eddig csináltam. És fönmerült az, hogy mivel már elég sok minden tudom a grafikával kapcsolatban, esetleg az alapképzés helyett rögtön master képzésre menjek, ami annyit tesz, hogy gyakorlatilag csak egy évet kéne maradnom, és mesterdiplomát kapnék, anélkül, hogy lenne alapképzéses, 3 éves diplomám. Szóval fölment a kérdés, és rögtön mesterszakon kezdjek, ahelyett, hogy az alapképzést elvégzem, hiszen nekem már van több mint 2 év tapasztalatom a szakmával kapcsolatban. Így behívták a mesterszakon tanárát is, és vele is el kellett beszélgetnem neki, és elmondtam, hogy mit szeretnék csinálni, mi az, amit eddig csináltam, és nagyon jó ment, mert szerintem a tanár felajánlotta nekem, hogyha szeretnék a mesterképzést kezdeni, akkor ő beajánl engem. És rögtön kezdtek mesterképzésen, ami azt jelenti, hogy már a specializált grafikai területen fogok dolgozni, és mesterdiplomát fogok kapni ezek után. Szóval nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó lenne egy mesterdiplomával végezni az egyetemet, elkezdeni és végezni az egyetemet, nem pedig csak egy alapképzéssel. És ezek után gondoltátok, hogy nagyon jó kedvem volt, és fő voltam rázódva, és azután jött az animáció, ami szintén nagyon jól ment, viszont ott, akivel elbeszélgettem, nem volt annyira közvetlen, nem kezelt annyira partnerként a beszélgetésen, mint mondjuk a grafikatanárok, akikkel ugye előtte elbeszélgettem. Röviden az animáció szakról, nagyon jó egyébként, és jó a felszerelés, nagyon sok mindent tanulnak, szóval vannak különböző szintek, feladatok, projektek, amelyen keresztül kell menni ahhoz, hogy az tudást, ami szükséges az animáció készítéshez el tudjátok sajátítani, és erre nagyon komoly hangsúlyt is fektetnek. És gyakorlatilag volt egy 40 perces interjúm, ahol a tanár nagy részben arról mesélt, hogy mi az, amit a szakmai tartalmaz, mi az, ami ezzel el lehet indulni, milyen munkahelyeket lehet ezek találni, és hogy milyen munkákat végeznek most a volt diákok, akiknél visszaadhatni az iskolába kapni előadásokat. Szóval én azt mondom, ezután az után, hogy nagyon-nagyon jó szak az animáció, a komputer animáció, amire jelentkeztem. Viszont azt a fajta otthonosságot, amit én szeretnék egyetemen érezni, sokkal inkább éreztem a grafikatanárok részéről és a szak részéről. Lehet, hogy csak azért, mert benne benne vagyok, de eleve az egész hely sokkal világosabb volt, barátságosabb, és nekem ez nagyon fontos. Szóval nagyon-nagyon jó iskola tényleg. Csináltunk egy csomó videót az egész épületről, amikor körbe sétáltunk, amik nem a legjobb minőségűek, hiszen siettünk, mert volt egy diák, akinket körbe vezetett. Van egy kis videóanyagunk arról, hogy milyen a szállás, amit majd össze fogunk vágni, alá fogok kommentálni, és hát kicsit, hogy hol voltam? I know.
második nap, hogy Cardiffban vagyunk, tegnap az interjú után tettünk egy kis kocsmatúrát a városban, ami nagyon jó sikerült, nagyon sok, nagyon jó helyet találtunk. Egy napon pedig szétnézünk a városban, megnézzük a főteret, milyen látványosságok vannak, milyen épületek, emlékünk a partra. Ja, hosszú napunk lesz ma is. Lehetünk! Agosau mae'r drws ar gau Fydd rhaid jyst dal I geisio Neud, neud, neud Be ma nhw ddeud, ddeud, ddeud Sa'n fawr awr I allu mynd er droi yn ôl A pan mae'r cyflen dod I adal Hamarosan a Cardiffi túránk végéhez éri, most mondjuk az utolsó helyszínen felé, ami pedig a tengerpart. Eddig a városban voltunk, sétálgattunk, videózgattunk, fényképezgettünk. Elmentünk a múzeumba is, ahol meglepően sok minden volt kiállítva, természettudománytól kezdve egészen kortárs kiállításokig. Megebédeltünk, és azt kell mondjam, nagyon jó hétvégét öltöttünk itt, hiszen nagyon sok mindent csináltunk, nagyon sok helyen jártunk, és az iskola is nagyon szimpatikus volt, amiről már beszéltem korábban, az interjú, a tanárok, az egész hely. Szóval igen, megérte ide eljönni. Most érkeztünk a Cardiffi kirándulási utolsó állomására, ami a Plymouth Pier Pavilion. Kilátó, amit láthatjátok, itt van mögöttünk a tenger. Látszik Wales, látszik arra pedig Cardiff is. Remélem tetszett nektek ez a rész, kicsit be tudtam mutatni a várost is és az iskolát is. Szóval van most már egy kis elképzelésetek, hogy milyen is lehet itt tanulni és itt élni. Sziasztok!